Kecskeméten eddig egyedülálló eseményre került sor szerdán. Szent liturgia keretében Kocsis Fülöp görög katolikus érsek metropolita atya áldozópappá szentelte Balázs Mihály diakónust vízkereszt előestéjén a kecskeméti görög katolikus kápolnában. A városban először volt görög katolikus papszentelés. Az ország minden részéről érkeztek atyák, diakónusok, családtagok és barátok, hogy részt vegyenek a jeles napon. Parancsolj, Uram! A szent liturgiát Kocsis Fülöp érsek metropolita vezette. Az érsek atya szentbeszédében azt mondta, pappá lenni szolgaság, a jó pap mindenkinek a szolgája. Úgy lép be Jézus az életedbe a mai napon, ahogy a Jordán folyóba belép, és annak folyását megváltoztatja. Az érsek atya szerint Mihály életpéldája és szavai sok embert vezethetnek el Jézushoz. Mutatja azt, hogy igenis ma is meghallják sokan. Van is, ma is vannak, akik meghallják az Isten hívó szavát. Nekünk még elkötelezettebb módon kell az Isten követő életet élnünk, hogy bátorítsuk a mai korban a bizonytalankodó fiatalokat, hogy ne féljenek követni az Isten szavát, az Isten hívását. Mihály élete és ez a papszentelés egy biztos vagyok abban, hogy sok nagy lendületet ad. Balázs Mihály fél éves diakónusi szolgálat után vált áldozópappá, és állt teljesen Isten szolgálatába. Isten meghívott bennünket, áldozó papukat, akik ugyanúgy bűnösök és esendőek vagyunk, de mégis az ő szolgálatába igyekszünk helytállni a lehető legméltóbban, legnagyobb alázattal, és ezeket tartom nagyon fontosnak, az, hogy méltóság, teljesen tudjuk szolgálni az Urat, és mindezt alázattal tegyük. A liturgián a főpásztor arra kérte a híveket, imádkozzanak azért, hogy Balázs Mihály odaadó lelkületben kitartóan szolgáljon. Imádkozzunk tehát érte, hogy szálljon rá a legszentebb lélek kegyelme. Fecák László, a kecskeméti görög katolikus parókia parókusa az eseményen azt mondta, a vízkereszt előestéjén történő papszentelés nem csak Kecskemét, hanem a magyar görög katolikusság történetében is különleges esemény. Ez egy első lépés annak, hogy nem sokára épülő templomunkat is majd felszentelhessük, a görög katolikus egyház életképességét, fejlődését mutatja, úgy gondolom, mindenki számára.